Önök a Siker című gazdasági magazinunkat látják. Jó estét kívánok! A vártnál egy hónappal korábban betakarították a kukoricát a hajdúbihari gazdák. Elsősorban az áprilisi hirtelen jött meleg és az egész éves szárazság miatt végeztek előbb a munkával. A csapadékhiány ellenére jó volt az idei termés. A Lösszháton például meghaladja a 13 tonnát a termés átlag. Már hetekkel ezelőtt betakarították a kukorica java részét a termelők. Az egész éves szárazság miatt az átlagosnál korábban tudtak hozzákezdeni a munkához, és most arra szinte teljes egészében végeztek is. A nagy szárazság ellenére jó volt az idei termés. Bihari részeken szokatlanul jó termés átlagok születtek. Az észak-keleti részen ott, mivel május óta nem esett csapadékot, gyakorlatilag egy 3,5-4 tonnás termés átlagok vannak nagyon gyenge termés átlagokkal, és természetesen a lösszháti részeken, ahol mindig jellemzően jó termések vannak, ott még egyszer nem kimagasló, de jó évet zárhattak a gazdák. A termés minősége egyébként jónak mondható a szakemberek szerint. Mivel nem volt csapadék, nincsenek gombás fertőzések. A termés mennyisége viszont különbözött a megye termő tájai között. Az északon fekvő homokos, csapadékmentes területeken 3-3,5-4 tonna körül alakult a termés átlag. A Lösszháton viszont volt, ahol 13 tonnát takarítottak be hektáronként. A felvásárlási árak a tavalyihoz hasonlóan alakultak. Tonnánként egy ilyen 42-43 ezer forintos felvásárlási ár van most a piacon, és a gazdák egy 50 ezer forintos árban bíznak, hát ez egy kérdés, hogy meg fog-e valósulni. A raktárak megteltek, pici logisztikával, pici szállítással még lehet találni raktárakat, de mondhatjuk azt, hogy a megyei raktárak azok telve vannak. Az országban 900 ezer hektáron termelnek kukoricát, ennek 10%-át Hajdúbihar megyében. A természeti károkat szenvedett gazdák idén is igényelhetnek kárenyhítést. Eddig több mint 500 kárigény érkezett a hatósághoz. Leggyakrabban a fagy, az aszály és a belvízkárok miatt keresték fel a mezőgazdászok a kormányhivatalt. A kérelem benyújtást november 30-áig kell megtenni. Ezt már csak azok tehetik meg, akik előtte bejelentést tettek, és a feldolgozás általában 2019 lesz most, általában a tárgyévet követő január 31-ig kellett befejezni. A megítélt támogatást március végéig fizetik ki. A kormány több 10 milliárd forintot különített el erre a célra. Ez volt már a Siker. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!